Nyugdíjas dolgozók. A sportházban kaptak munkát az első szövetkezeti tagok. Ez a foglalkoztatási forma utat nyithat az időskorúak alkalmazása előtt. Tűzoltónap. Mesterségükkel ismertették meg az érdeklődőket a vasi lánglovagok, és kis tűzoltókat is avattak szombaton a főtéren. Japán nap. Látványos bemutatókkal, klasszikus ízekkel, kézműves foglalkozásokkal várták a tradíciók iránt érdeklődőket a baráti társaság tagjai. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Október 6-a Magyarország gyásznapja. Ezen a napon végezték ki az 1848-49. Évi szabadságharc 13 honvéd tisztjét, és hajtották végre Pesten a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Erre emlékeztek a város és a megye vezetői a Premontrei gimnáziumban tartott ünnepségen, majd gróf Batthyány Lajos szobránál helyeztek el mécseseket. A Szombathelyi Erdészeti ZRT Rátótra, az Aradi Emlékparkba hívta főhajtásra az emlékezőket. Pesten golyó által kivégezték gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A Premontrei gimnázium diákjainak ünnepi műsorával kezdődött az aradi vértanúk mártír halálának 168. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepség. Szombathely országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, kevés olyan eseménye van a magyar történelemnek, mint az 1848-as 49-es forradalom és szabadságharc, amelyről a nemzet hasonlóképp gondolkodik, hasonlóképp emlékezik. Kevés olyan hősünk van, mint az aradi 13, akik ennyire osztatlanul és ennyire méltóan, ennyire igaz módon birtokolják tiszteletünket és megbecsülésünket, rokon szemünket és együttérzésünket. Az ünnepi műsort követően a város és a megye képviselői megkoszorúzták az aradi vértanúk emlékfalát, főhajtással emlékezve a mártírokra. Az ünnepség gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál folytatódott a Zrínyi Ilona általános iskola diákjainak műsorával. Alszik a pergő, búz a szemekben a nyár. Alszik a holdban a nánk hideg élem az égen. Az ünnepi műsor után koszorút, mécsest helyeztek el a mártír miniszterelnök tiszteletére. Rátóton emlékezett meg október 6-áról a környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár. Vénémet Zsolt rendszeresen itt teszi tiszteletét a nemzeti ünnepen. Az országban ez az egyik legkülönlegesebb és legméltóbb helyszín, hiszen a aradi 13-ok kivégzésének 20. évfordulóján Deák Ferenc 13 kocsányos tölgyet ültetett itt Rátóton. A fák közül 3 él még, a többit ezekből sarjasztotta a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A csemeték szépen növekednek, mint egy jelképeként az újjászületésnek, annak, hogy a szabadság eszméjét mindig át kell örökíteni, élővé kell tenni, mondta az államtitkár az aradi emlékparkban október 6-án. Nagy érdeklődés kíséri az időskorúak munkavállalását segítő Senior Masters közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységét. Már több mint 500-an jelezték, hogy dolgozni szeretnének, az első tagok pedig már munkába is álltak. Az Agora Művelődési és Sportház recepcióján már dolgozik 2 nyugdíjas szövetkezeti tag, Hende Lajosné és Major Ferencné. Szeptember végén jelentkeztünk, és október 1-én már adódott, hogy hát munkát vállalhatunk, és ez nagyon jó lehetőség, mert hát próbáltunk egy-két helyen dolgozni, mint Sárváron a Spirit, de hát oda utazni ugye rengeteg időbe telik, pénzbe, ez meg helyben van. Az elmúlt időszakban a cégeknél, de a közintézményekben is jelentősen visszaszorult a nyugdíjasok foglalkoztatása. A szövetkezetek létrehozása azonban újra utat nyithat az időskorúak alkalmazása előtt. Nyugdíjas kollégák foglalkoztatása egy szóval összefoglalható, pontosabban 2-vel, közérdekű, közcélú foglalkoztatás. Az Agora közösségi, közművési feladatellátásában ragyogóan illeszkedik, már csak azért is, mert kultúrával, közösségi kultúrával foglalkozunk, és a nyugdíjas kollégák kiváló, empatikus, kommunikációs készséggel rendelkeznek.
Kocka Tibor alpolgármester büszke arra, hogy egy szombathelyi önkormányzati intézmény foglalkoztat a megyében elsőként nyugdíjas szövetkezeti tagokat. Amikor az idősek hete alkalmából több helyen is rendezvényeken részt vettem, akkor mindig hangsúlyoztam, hogy Szombathelynek, Szombathely városának szüksége van arra a sok-sok évtizedes tapasztalatra, tudásra, bölcsességre, amelyet az itteni idősek fölhalmoztak. Szombathely összlakosságának harmada 60 év feletti. A városban ez ad külön jelentőséget a nyugdíjasok foglalkoztatásának. Örömmel jelenthetem, hogy szinte az országban elsőnek megalakult és működőképes a Senior Masters közérdekű nyugdíjas szövetkezet. Ez azt jelenti, hogy a mai napig mintegy 50 munkára vállalkozó aktív nyugdíjas jelenkezett, akik közül már két személynek tudtunk testhez álló munkát szerezni. A szövetkezet vezetése a munkáltatói igények feltárására tárgyalásokat folytat cégekkel, intézményekkel, annak érdekében, hogy minél több nyugdíjas számára teremtsenek lehetőséget a munkavállalásra. Újabb multifunkcionális sportpályát adtak át Szombathelyen. Ezúttal a Gagarin utcai meseváróvoda gazdagodott egy 10 millió forintos létesítménnyel. Az Ovi focipályának 130 kisgyermek örülhet. Átadták Szombathelyen a 11. Ovi focipályát. Ezúttal a mesevárba járó gyerekek örülhettek a létesítménynek. A mi óvodánk esetében kiemelt fontosság ez a pálya, ugyanis nincs tornaszobánk. És minden udvari lehetőségnek külön örülünk, és ezzel a sportpályával a kötött foglalkozásaink jó részét meg tudjuk itt valósítani. Az átadón Puskás Tivadar polgármester a sportnak az egészségmegőrzésben játszott szerepét hangsúlyozta, az Ovi Sport Alapítvány képviselője pedig jelezte, hogy Szombathelyre szinte hazajárnak, hiszen közel tucatnyi pálya épült már a városban. A gyerekek műsorát követően használatba is vették a pályát a kicsik, a szülők legnagyobb örömére. Azt hiszem, hogy minden szülő nevében nyilatkozhatok, hogy nagyon-nagyon örülünk ennek a pályának. Hát én magam, aki 25 évig élsportszerűen csapatsportot űztem, azt gondolom, hogy talán a legjobb forrásból tudom, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy a gyerek megtanulja a csapatsporton keresztül azokat a dolgokat, amiket az élet valamennyi területén használni fog. Ezt a közösségépítő szerepet hangsúlyozta a körzet képviselője is. Az a gyerek, aki sportol, aki megszokja, hogy csapatban kell dolgozni, nem magányos, bozott harcosként kell az életbe bemenni, ahol az együttműködésben van a siker kulcsa. Az a gyerek, aki megtanulja, hogy vannak bizonyos szabályok, tehát vannak bizonyos korlátok és fegyelmezetnek is kell lenni a szabadság mellett, az azt hiszem az életre készül. A 130 kisgyermek közül azok, akik részt vettek az átadáson, a korábbi haladásfocista Balassa Péterrel labdázhattak az új pályán. A játékot sorversennyel kezdték. Több tucatnyi tűzoltóautó mellett sok száz egyenruhást láthattak a város főterén azok, akik szombaton arra jártak. A harmadik vasmegyei tűzoltónapon színes programokkal, látványos bemutatókkal várták az érdeklődőket. Emléket hagytak a jövőnek a kövek alatt, a vasi tűzoltók a szombathelyi főtéren, így kezdődött a harmadik tűzoltónap. Egy üzenetet helyeztünk el Szombathely főterén, egy időkapszulát, amely jelképezi a vasmegyei tűzoltók egységét, és olyan jelképes tárgyakat helyeztünk el benne, amelyet ha évtizedek vagy évszázadok múlva is felnyitnak, akkor kellemes mementónak szolgál majd az utókornak. Ezúttal szlovén és osztrák tűzoltók is részt vettek ezen az eseményen. Ők a természeti csapásokban is együtt dolgoztak magyar kollégáikkal. Sok százan vannak Vas megyében, akik bármifajta baj esetén a segítségünkre fognak sietni, akik bajtársai egymásnak és társaink nekünk is a bajban. Olyan társak, akikre mindig számíthattunk a mögöttünk hagyott hónapokban is, amikor a természet erői, az elemek ereje bizony megpróbálta ezt a vidéket. A katasztrófavédelem munkatársai látványos gyakorlatokkal mutatták be az érdeklődőknek a munkájukat, így mentenek például feszítővágóval, ha autóbalesetnél erre van szükség. Itt Szombathely város főtere, mint egy 65 tűzoltógépjármű és 515 tűzoltó jelent meg. Ő közöttük természetesen hivatásos önkormányzati önkéntes is tűzoltók is jelen vannak. Különböző programokkal készültünk. A kis tűzoltók avatás
nyitása előtt próbára tették az óvodásokat, kisiskolásokat, játékos feladatokkal várták őket egész nap a felnőtt lánglovagok. A felkelő nap országából érkezett vendégek tartottak bemutatót a Japán napon az Agora Művelődési és Sportházban. Az interaktív programokkal gazdagított rendezvény célja a kulturális és gazdasági kapcsolatok megerősítése volt. Szamuráj mozdulatokkal színesített, speciális kimonókat láthatott a közönség a Japán napon. Ez a show vonzotta a legtöbb érdeklődőt. A Japán napot idén 9. alkalommal rendezi meg a Magyar-Japán Báltiráság Szombathely Egyesület. Most a színpadon egy fantasztikus showt láthatunk. Nagaoka Hidebumi fotóművész Japánból érkezett hozzánk, hogy a kimono fényképezés művészetét mutassa meg a látogatóknak. Párizsban volt már ilyen bemutatója, és Párizs után Szombathely a második város, ahova eljött. Szombathelynek már régóta van kapcsolata Japánnal, ez gazdasági és kulturális szempontból is jelentős. Itt Szombathelyen igyekszünk kialakítani a Japán Kultúraházát. Néhány éve keresgetjük már a helyszínt, valószínű megtaláltuk, és akkor ez egy olyan kapocs lesz megint, egy olyan kulturális centrum lesz, ami a magyar és japán kapcsolatoknak a helyszíne lehet. A kézműves foglalkozások között az origami volt a legnépszerűbb, de a többi között kimonókat is felpróbálhattak, vagy éppen antik japán kardokat is szemügyre vehettek a látogatók. A tocsi kardokat felkötésük módja szerint különböztetjük meg. Ez az első három, ez mind a három különböző tocsi stílus. Ez ugye ceremoniális, ez egy kicsit nem annyira, az a legalsó, az még második világháború szerelékes. Az eseményre a hétvégén több ezer ember látogatott el az Agora Művelődési és Sportházba. A második félidőben nyújtott parádés játékának köszönhetően 94-66 arányú győzelmet aratott a Falkó kosárlabda csapata a bajnoki címvédő Alba Fehérvár ellen. A hazai pályán szereplő szombathelyiek legjobb játékosa a 28 pontot termelő Milos Borisov volt. Változatos játékot hozott a Falkó-Alba-Fehérvár kosárderbi első félideje, hol az egyik, hol pedig a másik csapat járt néhány ponttal előrébb. A nagyszünetre Borisov utolsó másodperces trükkjának köszönhetően a szombathelyek 39-37-es vezetésénél vonulhattak a küzdőfelek. Térfélcserét követően aztán jött Norfleet, akinek a vezérletével szó szerint állva hagyták a sárga-feketék a vendégeket. A 70-54-es állásról kezdődő utolsó negyedben már csak a hazai siker aránya volt kérdéses. A Falkó végül 94-66-os vereséggel küldte haza a bajnoki címvédő fehérváriakat. Lehet az első fél idő kicsi köcsös voltunk a támadás, lehet a fáradtság is jön. Például a Norfleet ki nem tud dobni, nincs semmit szerintem nem tud dobni egy pontot. Első félidő, második félidő indul, nagyon jó. A székesfehérvári együttesből sérülés miatt hiányzott a csapatkapitány Lóránt Péter, valamint két légiós is. A Falkónak ennek ellenére alaposan meg kellett küzdenie a győzelemért, ugyanis az Alba Fehérvár játékos kerete még így is nagyon erősnek mondható. Nagyon örülünk az első győzelmünknek a bajnokságba. A hazai pályánkat szerettük volna megvédeni folyamatosan. Nem volt egyszerű mérkőzés, hogy az Albából hiányzott három játékos, de ennek ellenére 100%-kal kellett végig koncentrálnunk, és szerintem úgy érzem, az nem volt le semmit a győzelmünk értékéből. A Falkó gárdája szerdán hazai környezetben a FIBA Európa Kupában lép pályára. Mivel Bulgáriában is győztek egy ponttal, reális esélyük van a továbbjutásra. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!